Ültesse egy fát gyermekednek. A korábbi esztendők hagyományainak megfelelően 2022-ben is folytatódik a népszerű kezdeményezés rákos mentén. Módosultak az őstermelőkre vonatkozó előírások, megszűnt az őstermelői igazolvány, helyette viszont tevékenység és felirazonosítót kell igényelniük az érintetteknek. A Magyar Szobrászat Napjának tiszteletére tartottak kulturális rendezvényt Rákoshegyen. Az esemény fő célja, hogy a művészetkedvelő közönség közelebb kerüljön az alkotókhoz, illetve hogy minél többen megismerjék a Rákoshegyen található köztéri szobrokat. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. A helyhatóság az elmúlt évek pozitív visszajelzéseinek köszönhetően 2022-ben is meghirdette az Ültesse egy fát gyermekednek elnevezésű programját, melynek keretében a kerület polgárai egy-egy új családtag érkezésekor facsemetét ültethetnek valamely közterületre. Mivel legkésőbb az ősz végéig el kell végezni az ezzel kapcsolatos munkafolyamatot, ezért az érdeklődők idén Rákosmente önkormányzatának környezetvédelmi csoportjánál személyesen, vagy a környezet@rakosmente.hu e-mail címen jelentkezhetnek július 15-éig. Évről évre több száz facsemetével bővülnek a 17. kerület közterei, azoknak a helyi polgároknak köszönhetően, akik részt vesznek a Rákosmente önkormányzata által esztendőről esztendőre meghirdetett Ültesse egy fát gyermekednek elnevezésű kezdeményezésben. A program egyebek mellett azzal a nem titkolt szándékkal jött létre, hogy a jövő generációja számára is felhívja a figyelmet a környezet védelmére, illetve megóvására. Utalt rá dr. Bakos András, alpolgármester. A kezdeményezés legfontosabb célja és üzenete, hogy Rákosmente polgárai törődjenek sajátjukként az itteni zöld területekkel. Pont azért egy-egy ajándékot adunk a frissen megszületett babáknak. Ezeket a fákat, amiket ajándékoz az önkormányzat, ezt vagy a saját házuk előtt, vagy pedig egy kijelölt közterületen helyezhetik el, és ugye megkérjük a polgárokat, hogy ezt sajátjukként neveljék, gondozzák. A több mint 10 éves múltra visszatekintő fásítási akció idén is várja a jelentkezőket, akik többféle úton is jelezhetik, hogy szívesen csatlakoznának a projekthez. Tette hozzá az alpolgármester. Azon kisgyermekes családok jelentkezését várjuk, ahol a kisgyermek 2021. szeptember 1-e után született, és 2022. július 15-ig jelentkezhetnek telefonon, e-mailben a környezet@rakosmente.hu e-mail címre, valamint levélben Rákosmente önkormányzatának a címére. Az érintettek a témával kapcsolatban a polgármesteri hivatal környezetvédelmi irodájánál, valamint a helyhatóság hivatalos weboldalán, a rakosmente.hu honlapon további információkat is megtudhatnak. Több minden változott az őstermelői tevékenység és a termékek értékesítésének szabályait illetően. Megszűnt az őstermelői igazolvány, helyette felírazonosítót és nébih tevékenységazonosítót kell igényelniük az érintetteknek, majd ezeket megjeleníteni a szabályos árusításhoz. A módosult előírások részleteit Zsigmond Rihárd, a Némich mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóságának vezetője ismertette. Ma Magyarországon az a természetes személy végezhet őstermelői tevékenységet, aki betöltötte a 16. életévét és megtalálható a nyilvántartási rendszerben. Az érintett feladatkört ellátó polgárok elsősorban a saját maguk által előállított mezőgazdasági és erdőgazdálkodási folyamatokból származó terményeket árusíthatják, ennek törvényi előírásai azonban módosultak a közelmúltban. Elsőlegesen még egy tavalyi évi 2021-es törvénymódosítás, évvelei törvénymódosításnak köszönhetően egyszerűsödött maga az őstermelő nyilvántartásba vétel feltételei, megszűnt maga a papír alapú őstermelő igazolvány, az adatnyilvántartó lap, nem szükséges most már évről évre bemenni és érvényesíteni az őstermelő igazolványt, ez a könnyítés, viszont emellett egy fontos szabály lépett életbe, hogy mind az őstermelő, mind az ő partnerei, vásárlói be tudják azonosítani az őstermelőt, és mivel elektronikus a nyilvántartás, ezért a jogszabály előírta, hogy kötelező jelleggel maga az árusítási helyén beazonosítható módon ki kell függeszteni azt, hogy az az adott termék őstermelői termék saját előállításból származik, és hogy ténylegesen nyomon lehessen követni magát az őstermelőt, a terméket is.
Ez azt jelenti, hogy az azonosítás céljára szolgáló tevékenységi számot és az úgynevezett felírt, vagyis az őstermelői nyilvántartást az árusítás helyszínén jól látható módon ki kell függeszteni. Egyre nagyobb számon végzünk már adminisztratív ellenőrzést, a nyilvántartási rendszerekben szereplő adatokat vetjük össze egymásokkal, mennyire mekkora valóságtartalmuk, mennyire felelnek meg az egyes számok alapján, csak egy konkrét példával, ha valaki növénytermesztési tevékenység végzést végez, mondjuk őszi búzát állít elő, hogy búzát értékesít, van-e neki szántóterülete, rendelkezik-e a rendszerbe akár bejelentett tevékenység helyjel, ahol végezheti ezt a tevékenységet, mondjuk egy budapesti tömbházba, csak ha ennyit jelez meg, ott igazából a hatóság gyorsan ki tudja szűrni már most a nyilvántartási adatok alapján, hogy ott az is szükséges van termőterületre is. Ez az adminisztratív ellenőrzés, természetesen ezt követően ugyanúgy ki kell menni a helyszínre és meggyőződni az ügyfelek által tett nyilatkozatok valóságtartalmával, de már igazából elmondható, hogy 2022-ben már nagyon sok adatrendelkezésre admin úton is tudunk ellenőrizni. Zsigmond Rihár továbbá hozzátette, habár egyre ritkábban találkoznak szabályellenes magatartással, mégis akinél ezt tapasztalják a NÉBIH ellenőrei, az akár 100 000 forintos bírsággal is számolhat. A Magyar Szobrászat Napjának tiszteletére először rendeztek nagyszabású eseményt a Rákoshegyi Közösségi Házban. A május 28-án megtartott program keretében szobrász, keramikus, fafaragó, valamint papírszobrász által készített alkotásokat tekinthettek meg az érdeklődők. A kezdeményezéshez munkáinak kiállításával 17 képzőművész csatlakozott, mindemellett pedig egy séta keretében Rákoshegy néhány köztéri alkotásával is megismerkedhettek a látogatók. Május 28-án a szobrászat került a látogatók érdeklődésének középpontjába a Rákoshegyi Közösségi Házban, hiszen a Magyar Szobrászat Napjának tiszteletére egy egésznapos rendezvényre várták a szervezők a kerület művészetkedvelő polgárait. Az eseményt Hódos Mária művészettörténész nyitotta meg, aki beszédében az Izsó Miklós szobrászművész halálának évfordulója alkalmából május 29-ére időzített jeles nap eredetére és céljára hívta fel a figyelmet. Az Ybl Miklós Egyesület szervezésében az esemény sorozatot 2011-ben rendezték meg első alkalommal a szobrászat, az épületszobrászat, a szobrok és a szobrászok tiszteletére. Az ünnep ötletét egyébként Bráda Tibor festőművész 2002-ben indult kezdeményezése a festészet napja adta. Ha van festészet napja, akkor helye van a szobrászat napjának is. Ez a nap a szobrászat és a szobrok népszerűsítésére akar tenni, valamint a köztéri szobrok tisztán tartására, megtisztításának szükségességére hívja föl a figyelmet. A rendezvényen 17 kiállító, köztük szobrász, keramikus, fafaragó és papírszobrász által készített munkákat tekinthetett meg a közönség, melynek tagjai a jelenlévő alkotókkal is találkozhattak a helyszínen. Pap Zoltán papírból készült munkáival érkezett a tárlatra. Döntően olyan papírmetszeteket választottam ki, amely a térbeli formálással, tehát kifejezéseket tudnak hordozni. Én egyre inkább próbálok a nagy méretben a fény is bevonni a szobrászati kategóriába, és a terek, a felületek, a fény, ez az, ami igazából a papírnál érvényesül. Igazából én a fehér papírral szeretek dolgozni, mert a fehér papír lehetővé teszi, hogy az ember mélyebben elgondolkozzon, nem vonja el a figyelmet a színes felület. A program résztvevői a Szobrász Hétköznapja című portréfilm levetítése után lehetőséget kaptak arra, hogy a művészek segítségével maguk is kipróbálhassanak különböző alkotói technikákat. Egy séta keretében pedig Rákoshegy néhány köztéri szobra is bemutatásra került, köztük Babusa János szobrászművész, második János Pál pápáról mintázott műve. Vannak olyan emberek, akik itt laknak Rákoshegyen, és itt van a pápa szoba, nem is tudtam. Ugye, mert azon a téren még nem ment át keresztbe, és így nem tudja. És ez valahogy szomorú, tehát az valószínűleg most se fog eljönni ide, de viszont a tévén most csináljuk ezt a felvételt, erről beszélek, és esetleg meggondolja magát, tényleg itt van a Rákoshegyen a szobor, és akkor megnézi. De nekem pozitív élményeim vannak a szobraimmal, mert több olyan közszélalkotásom, mint Zarándok helyé vált, mint ez a második János pápának a szobra is.
A szervezők hagyományteremtő szándékkal a jövőben is szeretnék életre hívni az eseményt. A kiállítás június 10-éig tekinthető meg a Rákoshegyi Közösségi Ház belső terében. A rendezvényről pedig bővebb összefoglalót nézőink a Rákosmente Televízió Kaleidoszkóp című magazin műsorának június 17-i adásában láthatnak majd. 2 év kihagyást követően idén újfent megrendezésre került a Fehér Galamb országos népzenei verseny, melyet a Bartók Zeneház kuratóriumának elnöke Bokor Jutta operaénekes hívott életre. A miskolci és a győri fordulókat követően május 27-én a Rákoshegyi Intézmény adott otthont a megmérettetés közép-magyarországi regionális döntőjének. Május 27-én több mint 100 gyermek mutathatta be tehetségét a Rákoshegyi Bartók Zeneházban a Fehér Galamb országos népzenei verseny közép-magyarországi regionális döntőjének keretében. A megmérettetést idén 13. alkalommal hívta életre az intézmény kuratóriumának elnöke, Bokor Jutta operaénekes. A Fehér Galamb nevet végül is Bartók Bélának köszönhetjük, ő gyűjtötte itt a Holub Jeli című szlovák népdalt. És hosszasan gondolkoztam itt még 2007-ben, 2008-ban, hogy mit is lehetne adni a Bartók versenynek. Ugye a Tiszán innen az már elvitték mások. Nagyon sok gyöngykoszorút, sok népdalverseny van, és gondoltam, hogy Fehér Galamb még nincsen. Így lettünk mi Fehér Galamb, és bizony 13 esztendeje csináljuk, illetve hát tulajdonképpen 15, csak 2 évig a pandémia miatt el kellett hagynunk a versenyt. A több mint 10 esztendő alatt a rendezvény igen népszerűvé vált a 13-14 éves fiatalok körében, akik ezúttal 18 versenyszámban neveztek. A gyermekek és felkészítő tanáraik hazánk számos pontjáról érkeztek, még a 17. kerületből a Gregor József és a Kőrösi Csoma Sándor általános iskolák, továbbá a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnázium diákjai képviseltették magukat a szakmai zsűri előtt. Igyekszünk minden évben más zsűri tagokat is meghívni, tehát újakat, illetve a régieket. Dr. Tátrai Zsuzsanna, ő 13 esztendeje van velünk. Úgy gondoltam, hogy idén is ugye legyen itt velünk, hiszen ő tudja a verseny folyamatát. Aztán Erszabó István, ő a Rákoshegyi Bartók Zeneház kuratóriumának tagja, kerületi kiváló szolféstanár, zenetanár, én is nála tanultam, még annak idején tőle vettek föl a Zeneakadémiára, tehát Pistát sem szerettem volna elhagyni. Mindemellett idén első alkalommal csatlakozott a zsűrihez Mackó Mária, magyar örökség díjas énekművész, valamint Borsi Ferenc népzenész pedagógus. A versenyt Szabó Tiborné, Rákoshegy önkormányzati képviselője támogatta. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Rákosmente önkormányzata 55 jubiláló pedagógust köszöntött május 27-én, Pedagógus nap alkalmából. A Vigyázó Sándor Művelődési Központ színpadán ezúttal is a kerület azon polgárai részesültek elismerésben, akik 25, 30 vagy 40 éve tevékenykednek tanárként, illetve nevelőként. Az emléklapokat és ajándékokat Horváth Tamás polgármester és dr. Fekete Ildikó, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója adta át az érintetteknek. Az eseményen részt vett továbbá Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője is. Trombita fanfárok hangjaival vette kezdetét Rákosmente pedagógus napi rendezvénye a Bartókami tanulóinak közreműködésével. Elsőként Horváth Tamás polgármester mondott ünnepi nyitóbeszédet, amelyben felhívta a figyelmet a tanárok által ellátott feladatok fontosságára, továbbá kiemelte, hogy életünk meghatározó nevelői az általuk betöltött szerepkörökön túl egyben példaképek is. Pedagógus csendben teszi dolgát, ám ez a dolog, ez maga a mindenség. Mert a pedagógus hivatása az, hogy gyermekeinknek, az elkövetkező generációknak átadja az emberiség közös tudáskincsét.
A jó pedagógus nem csak tanár, nem csak nevelő, de példakép is. Ő az, aki alakítja, segíti és meghatározza, hogy egy kisdiák miként cseperedik fel, mit gondol, mit cselekszik, milyen elvek és eszmék vezérlik élete folyamán. A városvezető a Vigyázó Sándor Művelődési Központ színház termében zajló eseményen aranydíszok levelet nyújtott át Sütő Andrásné óvodapedagógusnak, aki 50 évvel ezelőtt diplomázott. A folytatásban 55 jubiláló óvoda és iskolapedagógus vehette át emléklapját és ajándékát a 25, 30 vagy 40 esztendőt felölelő nevelői pályafutásának elismeréseként. Ezt követően a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Mindkét értre az oktatási intézmények igazi közösségeket kovácsolnak, és ezeket a koronavírus járvány okozta nehézségek még inkább megerősítették. Az iskola is szintén egy ilyen közösség, amit a rendkívül igényes szellemi munka, a bizalom és a tisztelet jellemez. És aminek én különösen örülök, hogy ebben az elmúlt két évben ezek a fogalmak, hogy bizalom és tisztelet felerősödni látszanak, és bízom benne, hogy ezek velünk is maradnak, nem csak mint fogalmak, hanem valós értékek, hogy egyre inkább bizalommal és tisztelettel leszünk egymás iránt, de ugyanígy a kollégák, a kedves szülők az iskolába, és mindenkit erre próbálunk ösztönözni. A továbbiakban dr. Fekete Ildikó, Dunai Mónika országgyűlési képviselővel közösen adta át az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható pedagógus szolgálati emlékérmet és miniszteri oklevelet, valamint a Kelet-Pest kiváló pedagógusa 2022 díjat mindazoknak a tanároknak, akik legalább 25 éven keresztül példaértékű munkát végeztek. Az ünnepi műsor zárásaként a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola néptáncszakos növendékeinek csoportjai, az Aranymálinkó Hagyományőrző Néptánc Együttes és a Málinkók Néptánc Együttes közösen adták elő az Eltáncolt Cipők című darab egy részletét. Dunai Mónika országgyűlési képviselő pohárköszöntőjében kitért a pedagógusok egész éves felelősség teljes tevékenységére, és mint elmondta, ezek a nevelők optimisták, és hisznek abban, hogy a jövő generációja jó irányba formálható, nevelhető. Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. Nos, én azt gondolom, hogy mi mindannyian optimisták vagyunk. Önök, a pedagógusok, és mi is a fenntartók részéről, bár én egykori pedagógusként talán kettős minőségemben is mondhatom ezt, hiszünk a pedagógiában, és mi is tulajdonképpen ez a hit, amiben mi hiszünk mindannyian. Mi hiszünk abban, hogy a jövő generációja az mindig jobbá tehető, mint a mostani generáció. Hiszünk abban, hogy a gyermekek, a fiatalok, és talán mondhatom azt, hogy a felnőttek is alakíthatók, oktathatók, nevelhetők. A május 27-én megszervezett Rákosmenti Pedagógus Nap állófogadással zárult. Május utolsó vasárnapján a legfiatalabb generáció tagjaié volt a főszerep a Rákosmenti Csúszdaparkban, ugyanis két év kihagyást követően idén ismét ez a helyszín adott otthont a kerületi gyereknap programjainak. A Rákosmente önkormányzata és a Vigyázó Sándor Művelődési Központ által közösen életre hívott rendezvényen egyebek mellett koncertek, báb- és táncelőadások, valamint kézműves és ügyességi játékok várták egész nap a családokat. Ült a dróton egymagában, ibolya szín kis kabátban. A Mono Swing zenekar előadásával vette kezdetét a 2022-es Rákosmenti Gyereknap a Csúszda Parkban. A produkció során a gyerekek állatokról, évszakokról és hangszerekről tanulhattak, utóbbiakat ki is próbálhatták a pódiumon. A koncertet követően Horváth Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, beszédében pedig a több mint 100 éves ünnep eredeti céljára is felhívta a figyelmet. Ma már egy kicsit átalakult ez a gyermeknap, hiszen látjuk, hogy nagyon sok szórakozási lehetőség van a gyermekeknek. Biztosítunk lehetőséget arra, hogy jól érezzék magukat itt a kerületünkben, Rákosmentén,
de ma már azt is látjuk, hogy már nem csak gyermeknap van, hanem lassan gyermek hétvége van, hiszen ha megnézzük a programokat, minden városban szinte, vagy minden településen kétnapos gyermeknapokat rendeznek meg. Én azt szeretném, hogy egy kicsit azért visszagondolnák arra, hogy mi volt az eredeti célja ennek a napnak, de természetesen fontos az, hogy a gyermekeink jól érezzék magukat, kellemesen töltsék itt az idejüket, és a jövőben is, hogyha lehet, akkor majd a gyermekek együtt tudjanak játszani, együtt szórakozni azonos szinten, hiszen ez volt az eredeti cél. A rendezvény helyszíne már a délelőtti órákban megtelt családokkal, de napközben is sokan ellátogattak a programra, mind a kerületből, mind pedig a környékbeli településekről. Nagyon szereti a táncokat, úgyhogy a színpadot azt mindig figyeljük, hogy mit láthatunk ott, és egyelőre még feltérképezzük a sátrakat, és akkor ami tetszik nekik, oda vissza fogunk menni. A minigolf nagyon tetszett, még a rendőröket szerintem nem vették észre, de engem meg az érdekelne. Rendőrök? Milyen rendőrök? Majd megmutatom neked. A nap folyamán a színpadi előadások mellett térprogramokkal is készültek a szervezők, így arcfestés, kézműves foglalkozások, továbbá egyedi társasjátékok, valamint mini kressz és ügyességi pálya egyaránt várta a résztvevőket. A fiatalok nagy lelkesedéssel próbálták ki továbbá a helyszínen lévő csúszdákat is. Nagyon jók a csúszdák, meg itt nagyon jó, olyan, mintha 5 játszótér lenne mellettem, és ilyen jó a gyereknap. A pódiumon egymás váltva mutatkoztak be helyi tánccsoportok, valamint sportegyesületek. Őket pedig a Lara Mesék Társulat produkciója követte. A nyári bújócska mesét hoztuk el nektek, és el is fogom mesélni. Bújjunk el most a szívünkbe, Csipke erdő mélyébe. Szentgyörgyvári Laura a Nyári bújócskák című interaktív bábelőadásával érkezett Rákosmentére. Két aranyos kis bábunk lesz, egy mesélő kislányunk Dorka baba, illetve egy saját készítésű kutyabáb, a kiskutyám mintájára készült. Ő egy egyszerű báb, csak a száját lehet mozgatni, de nagyon kifejező mozgásában, illetve a hangjában, amit én fogok neki kölcsönözni. Az egész mesének a lényege, hogy éneklésre és mondókázásra és együttlétre ösztönözzük a gyerekeket. Nagyon szokták szeretni. A Rákosmente önkormányzatának és a Vigyázó Sándor Művelődési Központnak közös szervezésében életre hívott esemény iránt idén is jelentős volt az érdeklődés, ugyanis a színes programkínálatnak köszönhetően valamennyi korosztály megtalálta a számára megfelelő időtöltést. Mivel ez igazi családi nap, családi rendezvény, ezért nagyon-nagyon boldogok vagyunk attól, hogy minden évben nagyon sokan látogatnak ki, egész nap folyamatosan jönnek-mennek, délelőtt nyilván a kisebbek, délután már a nagyobbak is, tehát mindenféle célcsoport és mindenféle korosztály talál itt magának megfelelő programot. A gyereknapi esemény folyam délután a Forgó Rózsa Tánc és Ének Együttes tagjainak közreműködésével megvalósuló táncházzal ért véget, amelyhez a kerületi gyerekek és szüleik egyaránt csatlakozhattak. A Rákosmente televízió krónikáját látták, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmente.tv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!